Benyújtotta a kormányhoz az igazságszolgáltatásban elkövetett törvénytelenségeket kivizsgáló ügyészi részleg felszámolását célzó törvénytervezetet az igazságügyi miniszter. A legfelsőbb igazságszolgáltatási tanács egy nappal korábban negatívan véleményezte a tervezetet. 7 órás maratoni ülésen negatívan véleményezte csütörtök este a legfelsőbb bírói tanács az igazságszolgáltatásban elkövetett visszaéléseket kivizsgáló különleges ügyészség felszámolásáról szóló törvénytervezetet. A testület néhány tagja azzal vádolja Sztélián igazságügyi tárcavezetőt, hogy a politikumnak akarja alárendelni az igazságszolgáltatást. A CSZIMI elnöke Bogdán Máté Eszkó elmondta, a bírák és ügyészek garanciát szeretnének arra, hogy nem lesznek kitéve újabb visszaéléseknek, amennyiben a bűncselekményeik kivizsgálása ismét a DNA hatáskörébe kerül. A különleges ügyészi részleg felszámolásáról szóló tervezet ugyanis ezt nem szavatolja. A negatív véleményezés ellenére Sztélián Jón kitart a tervezet mellett, és elfogadás végett a kormány elé terjeszti. Annak idején nem indokolták meg ennek a testületnek a létrehozását, mi több, annak a látszatát akarták kelteni, hogy a korrupció széles skálája uralkodik a magisztrátusok körében, ami nem helyes. Valóban vannak gondok, és ezeket meg kell oldani. Egy ilyen részleg fenntartása gyakorlatilag azt jelenteni, hogy elismerjük azt, hogy a magisztrátusok körében általánosan jelen van a korrupció, ami, még egyszer ismétlem, nem igaz. Hozzátette, továbbra is teljes mértékben nyitott a bírák és ügyészek javaslataira. A CSZIMI negatív véleményezése egyébként konzultatív jellegű, tehát az igazságügyi miniszter nem köteles figyelembe vennie azt. Az úszéri kampányának egyik központi témája volt az igazságszolgáltatásban elkövetett törvénytelenségeket kivizsgáló ügyészi részleg felszámolása. Amennyiben a kormány elfogadja, a tervezett sorsa a parlamentben dől el.